Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. A narcisztikus ember mindig egy olyan képet próbál kivetíteni önmagáról, amelyről úgy gondolja, hogy szerethető, csodálható, imádható, aminek a nagyszerűségét mindenki el fogja ismerni. És a narcisztikus ember azt is elhiszi magáról, hogy vannak szakmák, amelyek pont nekik vannak teremtve. Ezek a szakmák biztosítják a narcisztikus ember számára, hogy bőséges és zavartalan narcisztikus ellátási forrásuk legyen. Ezekben a szakmákban kiélhetik a rajongás iránti vágyukat, azt, hogy hódoljanak nekik, hogy elismerjék őket, hogy féljenek tőlük, hogy megalázkodjanak előttük az emberek, és ők uralkodhassanak, kontrollálhassák a másikat. Ilyen szakmák például a papság, tehát az egyházi hivatások, a show business, a vállalatvezetés, az orvosi szakma, a katonai szakma, a politikai szakmák, a sport, a bűnöldözés. Minden olyan, ahol az ember az egyéni tetteivel és esetleg a külső megjelenésével valamilyen dicsőséget, valamilyen hírnevet arathat le. Azt tudjuk jól, hogy a narcisztikusoknál van egy úgynevezett cerebrális vagy agyi narcisztikus, aki az értelmi képességeit és a teljesítményét titoktatja mások előtt, és azt várja, hogy az értelmi képességét dicsérjék. Ezek olyan szakmát választanak, ahol az észbeli dolgokat, az elméleti dolgokat közvetíthetik a többi ember felé, illetve ezek által a másik embert manipulálhatják. Például ott vannak az iskolákban a diákok, akik nagyon sok esetben függenek azoktól a nevelőktől, akik tanítják őket, akik megpróbálják bizonyos szinten befolyásolni őket, és valami olyanná formálni az egyéniségüket, amelyek talán nem is akarnak lenni a diákok. Aztán ott vannak az egyházban az odaadó hívek, ott vannak a vállalatoknál a különféle beosztottak, akiknél a főnöknek a szava parancs, vagy ott vannak a betegek, akik nagyon sok esetben ki vannak szolgáltatva az orvosoknak, ők is a behódolásnak, az imádatnak egy-egy formáját valósítják meg. Az agyi narcisztikus mellett ott van a szomatikus vagy testi narcisztikus, aki mondjuk úgy, hogy nem az eszével dicsekszik, vagy nem annak az elismerését várja, hanem külsőségek fontosak a számára, például a testépítés, különféle sportteljesítmények, szexuális hódítások, a fizikai erő, a szépség. Ezekkel akarnak hatni a másik emberre. Tulajdonképpen mindegy, hogy valaki agyi narcisztikus vagy szomatikus narcisztikus, mind a kettő tárgyként kezeli az embereket, és arra szolgálnak számukra az emberek, hogy minél nagyobb imádatot nyerjenek tőlük, és minél több figyelmet csikarhassanak ki. Tehát, amint mondtam, az embereket tárgyként kezelik, és úgy gondolják, hogy az emberek felcserélhetőek, és ha már nincs rájuk szükség, vagy nem működnek elégségesen, akkor eldobhatók. Abban az esetben, hogyha a narcisztikusról kiderül, hogy milyen is ő valójában, hogy egy szüntelen függő ember, hogy gyermeki figyelemre vágyik, hogy állandóan érzelmileg zsarol, hogy ő tulajdonképpen egy dráma király vagy egy dráma királynő, hogy visszaél a hatalmával, hogy antiszociális magatartást tanúsít, hogy időnként hajlamos bűncselekményeket elkövetni. Hogyha ezeket a dolgokat a narcisztikus elé tárják és megmutatják az igazi valóságát, akkor a narcisztikusból kitör a düh, kitör a harag, kitör a tombolhatnék, és megpróbálja azokat az embereket, akik
leértékelik őt, vagy megmutatják a valóságát, azokat eldobják, megpróbálják őket eldobni. A narcisztikus számára nincs empátia, ő ezt nem ismeri, és nincs erkölcs sem lényegében, mert minél jobban vágyik egy narcisztikus a dicsőségre, a hatalomra, az elismerésre, annál messzebb kerül az erkölcsi elméletektől, az erkölcsi vonatkozásoktól, és nem rettenti el annak a lehetősége is, lehetősége sem, hogy esetleg a tetteiért megbüntetik, vagy számon kérik. A narcisztikus legyőzhetetlennek, sebezhetetlennek, jogosultnak és felsőbbrendűnek érzi magát. Az érzelmeket gyengeségnek tekinti, és a másik embert kihasználja, bántalmazza szóban, tettekben, érzelmekben, anyagiakban. A narcisztikus ember olyan akar lenni, mint Isten. Ezért nagyon sok ember vallási csoportokba tömörül, és ezeknek a vallási csoportoknak mindig van vezetője. Hogy vannak olyan emberek, akik vezetik, irányítják ezeket a csoportokat, akik befolyásolni akarják a csoporttagokat. Tehát az ilyen narcisztikus ember olyan akar lenni, mint az Isten, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő, csodált, ragyogó, félelmetes, tévedhetetlen és tökéletes. Az egyházi szakmák különleges prioritást biztosítanak a narcisztikusok számára. Ott vannak a hívek, akik engedelmeskednek, és akik aktív forrásul szolgálnak a narcisztikus egyházi vezetők számára. A hívekben a vezető kiélheti személyes gonosz uralmát, irányíthatja őket, befolyásolhatja őket, fenyegetheti őket, megfélemlítheti őket, bűntudatot kelthet bennük, lelkiismeret furdalást okozhat, haragot és irítséget válthat ki az egyházi csoporthoz tartozó emberekből, kiprédikálhatja őket, manipulálhatja, bevonhatja őket egy közös pszichotikus mezőbe, mert ha megnézzük a különféle egyházi összejöveteleknek, vagy különféle gyülekezeti összejöveteleknek a légkörét, akkor azonnak különleges hangulata van. Már csak annál fogva is, hogy nagyon sok helyen ugye a gyülekezeti vezetőkre felfelé kell nézni, fent vannak a szószéken, a magasan, magasban, ők onnan néznek le az emberekre. Ha az úrasztala mögé állnak, akkor áldást osztanak, vagy az áldást megvonják az emberektől, és azt látjuk, hogy nagyon sokszor elégedetlenek, kizsákmányolják a hiszékenyebbeket, és uralkodnak felettük. A vallásos csoportba való tartozás az azért nagyon fontos az embereknek, mert ez csökkenti a létbizonytalanságukat, illetve úgy gondolják, hogy megszabadulhatnak a szenvedésektől. A vallásos csoportokban kialakul egy csoportidentitás, amiben az egyéneknek az önértékelése az felértékelődik, mert elkülönítik magukat a többi csoporttól, és azt mondják, hogy mi vagyunk ez és ez a gyülekezet, mi vagyunk ez és ez az egyház, és mi nem vagyunk olyan, mint, és megkezdődik ezekben a csoportokban a versengés, az ellenségesség, a kategorizálás, az előítéletesség, a hibáknak tehát a más csoportok hibáinak a hangoztatása, saját gyülekezetüknek a hibáinak az elfedése, és a csoporthoz való tartozásnak a vágya az azt jelzi, hogy azok, akik bizonyos csoportokhoz
gyülekezetekhez, vallási közösségekhez oda tartoznak, azoknak nagyon alacsony az önértékelése, és másoktól várják, hogy őket felmagasztalják, illetve bűntelennek minősítsék. A narcisztikus vezetők úgy gondolják, hogy a híveiket ők teszik tökéletessé, hogy a hívek ő mögéjük bújnak be, ugyanúgy, mint a fordított narcisztikusok, a nyílt narcisztikusok mögé. És például akkor, amikor mondjuk valaki elmegy, és azt mondja, hogy elmegyek és meggyónok, akkor a nyílt narcisztikus úgymond feloldozza bűneiből a rejtett narcisztikust, akinek szintén nagyon fontos, hogy ő is a figyelem középpontjába lehessen. A narcisztikus embernek a hamis énje az egy istenség, egy általa kreált istenség, és emberáldozatokat kell hozni érte, ami azt jelenti, hogy a hamis én hatására a másik embert le kell értékelni, meg kell alázni, manipulálni kell, bántalmazni kell azért, hogy az engedelmességet fenntartsa, illetve a hamis énnek a bizonyítását ezekből az emberekből kikényszerítse. Tehát ugye elmondtam, hogy aki egyre nagyobb elismerésre, imádatra, figyelemre törekszik, az fokozatosan elveszíti erkölcsi korlátait, és nagyon sok narcisztikus vezető, egyházi és világi is egyetért és elfogadja a személyi kultuszt, a mások felett gyakorolt hatalmat. A gyülekezetek vezetői nagyon sok esetben imádják a csillogást, a látszatot, az uralkodást, a mások felett való magasan állást. A narcisztikus ember saját hibáit másokra vetíti. Amikor részt vesz valaki egy gyülekezeti összejövetelen, vagy meghallgat egy prédikációt, például nagyon sokszor elhangzik az, hogy mennyire bűnösök vagyunk, mennyire vétkesek vagyunk, mennyire engedünk az ördög befolyásának. Tehát lényegében el van hitetve minden emberrel, hogy szégyellje magát, hogy alázkodjon meg, hogy legyen benne bűntudat, félelem, legyen benne irigység és harag, és legyen benne annak a vágya, hogy ő magát is felmagasztalják, kiemeljék úgymond ebből a földi bűnös fertőzött világból. A narcisztikus vezetők mindig arra törekszenek, úgy, mint más emberek is, más narcisztikus emberek is, hogy biztosítsák maguknak folyamatosan a narcisztikus ellátást, a folyamatos figyelmet, a hódolatot, az elismerést, a hamis énjüknek a visszatükrözését, bólogassanak rá az emberek, hogy olyanok, mint amilyennek mutatják magukat. Szeretnék felolvasni nektek egy üzenetet a narcisztikusoktól, hogy ők hogy látják, illetve hogy fogják fel az életet, és azokat az embereket milyennek tartják, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. Azt mondja a narcisztikus, amit más mond, nem felel meg a valóságnak. Csak az az igaz, amit én mondok. Nem engedhetem meg, hogy neked legyen igazad. Alacsonyabb rendűnek tartalak, és folyamatosan ellenőrizlek. Magamat felsőbb rendűnek tartom, ezért téged folyton manipulállak, hogy fel ne fedd ennek az ellenkezőjét. Nincs te meg én, csak én vagyok. Az alárendeltem vagy, birtokolni akarlak, mint egy tárgyat, és elvárom,
hogy bármikor a szolgálatomra állj. Megtiltom neked, hogy önállóan cselekedj, és azt is, hogy önálló érdekeid legyenek. Csak én lehetek fontos a számodra. Kizárólag rám kell összpontosítanod. A saját szükségleteid másodlagosak. Te nem teheted azt, amit én. Tanuld meg, hogy hol a helyed. Nincs jogod megkérdőjelezni engem. Megbüntetlek minden hibádért, és a fájdalmad az én fölényem. Még a negatív energiádra is szükségem van. Ugyanakkor a te alsóbbrendűséged felháborít engem, mert olyan valakitől függök, aki gyenge és nevetséges, aki olyan, mint te. De tudd meg, hogy félredoblak, amikor eleget tettél a feladatodnak. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy olyan, mint egy narcisztikus 10 parancsolat, és most nézzük meg az igazi 10 parancsolatnak egy rövid részét, hogy mennyire nagy a hasonlóság kettő között. Én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Én az Úr, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyed íziglen, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszek ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Azt hiszem, hogy ebből a rövid részletből is látszik, hogy döbbenetes a hasonlóság. Döbbenetes a hasonlóság, mert a gyülekezeti vezetők, a vallási vezetők egy része, akik narcisztikus vonásokkal bírnak, illetve narcisztikus személyiségzavarral rendelkeznek, azok ők maguk akarnak Isten lenni. Ők maguk várják a dicsőséget, ők maguk akarnak bíráskodni, ítélni, és büntetni, eldobni a másik embert.